Köszöntöm a nézőket, lássuk a mai napszemle fontosabb témáit. Az 1956-os forradalom hőseire és áldozataira emlékeztek október 23-án városunkban is. Lezárult a projekt, de tovább segítik a hátrányos helyzetű fiatalok munkavállalását. A jégkorszakról tudhatunk meg nagyon sokat a múzeumban nyílt természettudományi tárlat által. Sokan emlékeztek vasárnap az 1956-os forradalom hőseire és áldozataira a római katolikus temetőben tartott ünnepségen. Történelmi visszapillantás és ünnepi beszédek hangzottak el. 22. alkalommal emlékezett meg az 56-os magyar forradalomról Gyergyószent Miklós önkormányzata, a Volt Politikai Foglyok Szövetsége és az 56-os vitézi lovagrend. Az 1956-os forradalomról a megemlékezésen Benedek Csaba történelem tanár beszélt. A kommunista hatalomátvétel után a magyar társadalom nem tudta elfogadni azokat a határokat, melyeket a rendszer erőltetett rájuk. Ennek többször is hangot adtak, eredménytelenül. 1956. október 23-án a Pesti Ifjúság tüntetést szervezett, melyet a belügyminiszter előtt betiltott, majd délután 3 óra előtt néhány perccel mégis engedélyezett. Hatalmas tömeg gyűlt össze a Petőfi zobornál, majd a Bem téren. Este a parlament előtt 100 000-es tömeg követelte Nagy Imrét vezetőnek. A szovjetellenes hangok egyre erőteljesebbé váltak, miközben az ifjúság szerette volna beolvasni követeléseiket a Magyar Rádióban. Mivel ezt nem tették lehetővé, kialakult a forradalom első tűzharca, az időközben fegyvert szerzett forradalmárok és a rádió őrei között. A tömeg este 4:10-kor ledöntötte a Sztálin szobrot, a zsarnokság jelképét. A délután kezdődő tüntetés estére forradalommá, majd másnap reggel a szovjet beavatkozáskor szabadságharccá változott. Az október 24-én megjelenő szovjet tankok nem félelmet, hanem ellenkezőleg bátorságot váltottak ki a pesti srácok körében. A szovjet vezetés nem gondolta, hogy ilyen merész és tisztességes ellenállásba ütközik. Október 24-én este kinevezték Nagy Imrét miniszterelnöknek, aki nemzeti forradalomnak nyilvánította az eseményeket. Gyergyószent Miklós alpolgármestere azt emelte ki, nem csak gyász, hanem ünnepnap is október 23-a, a bátor nemzedék előtt tisztelegnek a magyarok. Az a hatalom, amely az emberektől a szabadságot akarja elvenni, nem lesz gazdagabb semmivel. A szabadság ugyanis sajátos természetű kincs. Csupán attól, hogy megfosztanak valakit tőle, nem lesz azé sem, aki ezt elvette. Az elnyomó hatalom hiába fosztott meg a szólás, a boldogulás és a jólét szabadságától milliókat, a lázadás szabadságát akkor sem vehette el. A szabadság nem adomány. A lázadó ember nem kéri a szabadságot, hanem arra figyelmeztet, hogy van neki. Ma 60 évvel ezelőtti október 23-án emlékezünk, évről évre azért vagyunk itt, mert tudjuk, hogy a ma embere adósa az 56-os nemzedéknek, azoknak, akik egy félelemmel és megfélemlítéssel teli időszakban mertek változásról álmodni, abban bízni, érte tenni és akár áldozatot is vállalni. A megyei tanács részéről Barti Tihamér beszélt az eseményen. Mondhatnám azt is, szokták mondani, hogy egyik szemem sír, a másik nevet. Én is valahogy úgy érzem most magam. Örvendek, hogy ennyi tapasztalt Gyergyóival itt ünnepelhetek, de ugyanakkor szomorú is vagyok kicsit, hogy kevésbé tapasztalt, fiatalabb emberek kevesen vagyunk itt. Mert itt lenne helye minden Gyergyószent Miklósiak, Gyergyómedenceinek, ha akarná tudni azt, hogy milyen üzenete van 56-nak, nekünk, határon túliaknak. Itt elhangzott az imént felszólalt konzul úr, és elmondta, hogy egy réset ütöttek át az 56-osok egy pajzson. Én úgy gondolom, nem csak a rendszerváltás üzenete volt ez, hanem az 56-osok a nemzet egyesítésben is reménykedtek akkor. Az 56-os vitézi rend törzskapitánya azt jelölte meg feladatként a jelen nemzedék számára, hogy a hősök emlékét megőrizze, de azok nevét se felejtse el, akik felelősek a szabadságharc megtorlásáért.
Az 1956-os forradalom a mi forradalmunk, amely a magyar történelem legdicsőbb lapja közé tartozik, egy nemzet, amely önmagára talált, világgá kiáltotta, elég volt. Elég volt a megaláztatásból, a félelemből, a kiszolgáltatottságból, az éjszakai elhurcolásokból és a rögtön ítélő négy bírósági perekből. Elég volt a zsarnokságból. Október 23-a nemzeti ünnep, egy ország ünnepe. A forradalom megmutatta, hogy a tarkonlövés hatalmának is vannak határai. A forradalom megmutatta, hogy a kommunizmus páncélosokból, internáló táborokból és tömegsírokból áll. Ez a valódi egyetlen arca a kommunizmusnak. A civilizált európai népek két izmusnak köszönhetik millió ember halálát, a kommunizmusnak és a fasizmusnak. Kikre emlékezünk a Hősök napján? Emlékezünk a köztelmető 298-as parcellában nyugó bátrakra, akik a legsötétebb rákosi időben is hitet mertek tenni magyarságukról. Emlékezzünk a köztemető 301-es parcellában nyugvó hős mártyorokra, akik a kommunisták bitófáin haltak hősi halált. Emlékeznünk kell és meg kell nevezni annak a 10 személynek a nevét, akik leginkább felelősek az 1956-os megtorlásokért. A pénteki eseményen a helyi római katolikus református és unitárius egyházak lelkipásztorai is megosztották a történelmi eseménnyel kapcsolatos gondolataikat. Az emlékezést szav alatt ének tette meg hittebbé. Az esemény a kegyelet koszorúinak elhelyezésével, valamint a nemzeti himnuszok eléneklésével zárult. Üzemanyagfogyasztási illetékkel helyettesíteni a szaktárca környezetvédelmi bélyegilletéket. Ez hozzávetőlegesen kétlejes összeget jelentene minden tankoláskor. Emellett a járművek környezetszennyezési fokától függő adózás bevezetését is tervezik a hatóságok. Amennyiben megszavazza a parlament a szociáldemokrata párt 102 illeték eltörlésére vonatkozó tervezetét, és megszűnik a listán szereplő környezetvédelmi bélyegilleték is, ha nem helyettesítik mással, jelentős bevételi forrástól esik el a környezetvédelmi alap, amelyből többek között a roncsautó programot és a zöldház programot is finanszírozzák. A hátrányos helyzetű fiatalok munkavállalását segíti az a projekt, amelynek záró eseményét pénteken, október 21-én tartották a Csíkszeredai megyeházán. A Hargita megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság Fiatalok a Jövőért támogatott foglalkoztatás elnevezésű projektjét a Norvég Alap támogatta. Elekes Zoltán, a Hargita megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság vezetője beszámolt. Jó volt több szervezettel közösen tevékenykedni, hiszen a hibáikkal és az erősségekkel együtt egy csapat erősebb, mint az egyén. Hargita megye tanácsa nevében Bíró Barna Botond alelnök köszöntötte a jelenlevőket, aki példaértékűnek nevezte azt a tevékenységet, amit a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság munkatársai és partnereik végeznek. Köszöntőjében méltatta a munkatársak hivatásszerűen végzett tevékenységét, illetve Hargita megye tanácsa további támogatásáról biztosította az igazgatóságot. A projekt menedzsere Gál Katalin bemutatta a tapasztalatokat és eredményeket, illetve megszólaltatta a partnereket. A projekt futamideje 20 hónap volt, összértéke 1.014.633 lej. Létjogosultságát bizonyítja, hogy nehézségekkel jár a hátrányos helyzetűek munkavállalása. Céljuk a közösség érzékenyé tétele és a tudatosítás volt. A konkrét tevékenység egy személyközpontú munkamódszer hátrányos helyzetűek támogatására, hogy segítse a munkavállalást és a munkahely megtartását, amelyben nagyon fontos a kliens elkötelezettsége. Ezek az irodák ugye elsősorban azt a szerepet kell betöltsék, hogy a nehezen elhelyezhető, hátrányos helyzetű fiatalokat segítsék a normál munkaerőpiacra való elhelyezkedésbe. A működésük egy egész folyamatot takar, tehát attól elkezdve, hogy a fiatal belépik az ajtón, ugye őt tájékoztatni kell, vagy éppen a családtagot, ha a családtaggal jön, utána egy komplex felmérésen megy át, ott megnézzük, hogy milyen igényei vannak, milyen lehetőségeket tudunk neki ajánlani, egy ilyen szakmai profil is kidolgozódik, és ha képzésre van szüksége, akkor képzéseket próbálunk szervezni neki, vagy beíratni őt képzésekre, és akkor természetesen utána beindul a munkahelykeresés fázisa, amiben ugyancsak
segít ez az iroda a munkáltatókkal való kapcsolat felvételbe, később pedig a felkészíti a fiatalt, hogy hogy jelenjen meg akár egy interjún, a munkaadóval elbeszélget, hogy felhívja a figyelmét, hogy itt egy speciálisabb igényű fiatalról lesz szó, és akkor később segít a munkaközösségbe való beilleszkedésbe is. A projektből 579 személy részesült elsődleges tanácsadásban, ennek körülbelül fele fogyatékkal élő fiatal volt. Közülük 266-an kérték, hogy vegyék nyilvántartásba a támogatott foglalkoztatási programba, mára több mint 200 fiatalt mértek fel. A fiatalok különböző képzéseken vehettek részt, mint fényképész, fodrász, manikűr, pedikűr, gyermek és idős gondozó, masszőr, pincér, előkönyvelés, takarítóképzés vagy szakács tanfolyam. Tematikus táborokat is szerveztek a jogosultaknak, tevékenységük során fejlesztették a fiatalok készségeit. A munkahelyet a fiatalok igényeinek és adottságainak megfelelően keresik, mondta Gál Katalin. Eddig 60 esetben végeztek munkahely közvetítést, amelynek körülbelül felében megtörtént az alkalmazás. A projektmenedzser ez alkalommal is köszönetet mondott az alkalmazóknak a társadalmi felelősségvállalásért. Nem vezetik vissza Romániába a kötelező sorkatonaszolgálatot, bár egyes szövetséges államokban fontolgatják ennek lehetőségét, nyilatkozta a védelmi miniszter. Michnál Motok a News.ro portálnak adott interjújában azonban hozzátette, 10 évvel a kötelezettség megszüntetése után a román hadseregnek valamilyen módon megoldást kell találnia a katonaszolgálatra. Ennek érdekében január 1-től életbe fog lépni az önkéntes tartalékosok törvénye. Ez szerint azon személyek, akik teljesítették a katonai szolgálatot, kérésre, kiképzésekre mehetnek. A védelmi tárca becslése szerint ezáltal a román hadsereg jövő évben 2700 önkéntes tartalékossal fog rendelkezni. Kolozsváron mutatkoztak be az RMDS nőszervezetének parlamenti jelöltjei. Eddigi tapasztalataikat és célkitűzéseiket is ismertették. A parlamenti választásokra készül az RMDS nőszervezete. Kolozsvári sajtótájékoztatójukon az eddigi tevékenységükről beszéltek és ismertették jelöltjeiket. A szervezet elnöke, Bíró Rózália képviselőjelöltként indul a parlamenti választásokon. Az esélyegyenlőség mellett gazdasági kérdésekkel is foglalkozna. Közgazdászként úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy a programunkban megfogalmazott alapcélkitűzéseket el tudjuk érni, tehát egy biztonságos, élhető, családközpontú közösséget és önkormányzatiságot alakítsunk ki, ehhez igen komoly gazdasági előrelépések szükségesek. Hegerűs Csilla, aki rövid ideig a Kulturális Minisztériumot is vezette, elmondta, örökségvédelmi szakemberként, nőként és anyaként átérzi az erdélyi magyar közösség problémáit. Nekünk, erdélyi magyaroknak az épített örökség a mi erdélyi magyar identitásunkat jelenti. Mindazok, akik azt tönkreteszik, a törvény előtt kell feleljenek érte. Tehát olyan törvényt kell alkotnunk, amelyik nem elmaszhatolja az igazunkat, hanem igenis megbünteti azokat, akik ellenünk dolgoznak. Csép Andrea, a nőszervezet alelnöke, 13 éve dolgozik a Maros megyei RMDS-ben, 8 éve megyei tanácsos. Kiemelte, a nőknek ott kell lenniük a döntéshozatalban, ki kell venniük a részüket ebben, hiszen a társadalom több mint fele nő. Nagyon komoly problémáink vannak az örökbefogadás területén, a hátrányos helyzetűek esetében, a nyugdíjasok, az idősek, és az akár beszélhetünk a magyar, az erdélyi magyar családokról, az egyedülálló anyákról. Úgy gondolom, hogy mindenki számára méltányos életkörülményeket kell teremtsünk, és ez egy óriási kihívás. A nők politikai szerepvállalásának javításában van még hova fejlődni. Nyugaton a parlamenti képviselők között a nők aránya megközelíti a 40%-ot. Belföldön ez az arány jóval alacsonyabb. Az RMDS jelöltjei közül a jó eséllyel bejutásra pályázó nők száma 5 vagy 6, egy várhatóan 20 főt meghaladó képviselőcsoportból. Az Egészségügyi Minisztérium felvette a kötelező oltási rendbe a pneumokókusz baktérium elleni oltást, amellyel a középfülgyulladás, arcüreggyulladás, tüdőgyulladás és agyhártyagyulladás előzhető meg. A szaktárca a közbeszerzési eljárást is elindította az oltásokra. A tervek szerint 180 ezer gyereket fognak beoltani jövő év elején. A pneumokókusz elleni vakcinát 2, 4 és 11 hónapos korban kell megkapniuk a gyerekeknek. Mostanáig a szülők
szülők többsége nem oltatta be gyerekét pneumokókusz ellen. Ennek fő oka, hogy a családorvosok ritkán tájékoztatják őket az oltás előnyeiről. Másrészt, mivel a vakcina nem volt része a kötelező oltási rendnek, a szülőknek kellett megvásárolniuk az oltást, amelynek ára 700 lejt is eléri a gyógyszertárakban. Megérkeztek az influenza elleni védőoltások, bár még egy influenzás megbetegedést sem regisztráltak, a vírusok száma rohamosan növekedik. A korábbi évekhez hasonlóan idén is későn érkeztek meg az influenza elleni védőoltások. A háziorvosi rendelők a napokban kezdhetik meg az oltáskampányt. 12 000 dózist kaptunk mostanáig. Azt szeretném elmondani, hogy a családorvosoknál már lehet igényelni az oltást. Lévén, hogy a vírusok száma emelkedett például 1000-rel a múlt héthez viszonyítva, habár még influenza nincs, azért mi azt mondjuk, hogy lehet igényelni és kell is igényelni a védőoltást. Az állam által biztosított vakcinákat csak olyan személyek kaphatják meg ingyenesen, akik veszélyeztetett csoportba tartoznak. Van egy prioritási lista, itt a krónikus betegek, terhesek tartoznak közé, különösen a cukorbetegek, krónikus légúti megbetegedésben szenvedőek, szívbetegek, daganatos betegek, úgyhogy szép számmal összegyűlnek, ha vesszük, hogy lakosság 7-8% a cukorbeteg. Szabó Zoltán háziorvos elmondta, rendelője csupán 50 dózist kapott, hozzá pedig csak nem 200 cukorbeteg páciens tartozik, így sokan saját maguk veszik meg a 30 lejes vakcinát. Tavaly Maros megyében 14 000 személy igényelt az influenza elleni védőoltást, továbbá megérkeztek a szeptember óta hiánycikknek számító hexavalens védőoltások. A 6 összetevőből álló vakcina a hepatitis B, tetanusz, diftéria, szamárköhögés és egyéb betegségek megelőzésére szolgál. A Markhaus kiadó legújabb a Barangolások Gyergyószéken, a Havasok gyűrűjében című kiadványát november 2-án, szerdán délután 6 órától mutatják be a Gyergyószent Miklósi Művelődési Ház Karancsi Sándor termében. Tezső László kiadványa a 25. Eke vándortábor alkalmából jelent meg, amit az Erdélyi Kárpát Egyesület gyergyói osztálya szervezett. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak az eseményre. Jégkorszak címmel nyílt természettudományi tárlat a Tarisznyás Márton Múzeumban. A Magyar Természettudományi Múzeum kiállítása január 14-ig látogatható. A látványos és igen érdekes kiállítást kicsiknek, nagyoknak egyaránt érdemes megtekinteni. Pénteken nyílt meg a legújabb időszakos tárlat a Tarisznyás Márton Múzeumban. A Magyar Természettudományi Múzeum anyagából a jégkorszak elevenedik meg a látogató előtt. Ez egy tudományos, ismeretterjesztő kiállítás, amely interaktívan, egyszerűen próbálja elmagyarázni mindazt, amiben, illetve arról a környezetről és arról a klimatikus változásokról, ami minket körülvesz és amelynek úgymond szemtanúi vagyunk. És ez a kiállítás 2008 óta, tehát 2008-ban nyitották meg a Magyar Természettudományi Múzeumban Budapesten időszaki kiállításként, majd olyan sikere volt, hogy igazából rengeteg magyarországi múzeum kölcsönkérte, hát én vagy 3 éve fenem a kartfogaimat arra, hogy ezt a kiállítást próbáljuk elhozni. Hál' Istennek a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával sikerült felfrissíteni ezt a kiállítást is elhozni. A Magyarországi Múzeum igazgatója is beszélt a tárlatról. Egy korábbi 2008-as kiállításnak a továbbvitele, de vannak benne olyan új elemek, amelyek valóban erre, kizárólag erre a turnéra készültek el, így például Gyima, a kis mamut, amelyik egy szibériai jégbefagyott mamutnak a rekonstrukciója. Ez volt az eredeti példány is volt nálunk régebben a Természetvédelmi Múzeumban kiállításra, és az idén készült el erre a kiállításra ez az életszerű rekonstrukció. Természetesen a többi jégkorszaki állat sem valódi kitömött állat, hanem rekonstrukció elképzelések alapján, de vannak azért igazi kitömött állatok is, mai élő állatok is, mint a pézsmatulok vagy a rénszarvas a további termekben. Az egész kiállításnak az még egy üzenete, vagy mondani valója talán, bár erről nyilván végletőhelyettes asszony fog majd szakmai tartalommal beszélni, hogy az a klímaváltozás, amit most átélünk,
ehhez való emberi viszonyt valamilyen táblatokba próbáljuk meg elhelyezni. Rövid szakmai bemutatót is hallhattak azok, akik a megnyitón részt vettek. A Természettudományi Múzeum igazgató helyettese a kiállítás előkészítését mesélte el, illetve rámutatott arra is, a jégkorszak most is tart. Amennyiben a földünk életét egyetlen egy naptári évnek tekintjük, akkor hol vagyunk mi? Hol van a jégkorszak ebben? Ha ezt számoljuk, akkor azt kell mondanom, hogy amennyiben tehát a földünk története egy naptári év, akkor karácsony napján, december 24-én jelennek meg a dinoszauruszok. És akkor hol van még a 160 millió év, 60 millió évvel ezelőtt? És akkor hol van még a jégkorszak? Hol van az emberi történelem? Az az utolsó nap. És az emberi történelem, az emberi faj egész írásos története elfér az utolsó másodpercben. A kiállításon bemutatott anyag, az életű állatrekonstrukciók, a nagyméretű csontok már első pillantásra lenyűgözik a látogatót, de ennél jóval több is megtudható a jégkorszakról a kapcsolódó információs anyag által. Mutatjuk röviden még egyszer a nap fontosabb híreit. Az 1956-os forradalom hőseire és áldozataira emlékeztek október 23-án városunkban is. Lezárult a projekt, de tovább segítik a hátrányos helyzetű fiatalok munkavállalását. A jégkorszakról tudhatunk meg nagyon sokat a múzeumban nyílt természettudományi tárlat által. Köszönöm, hogy velünk tartottak, tegyék ezt minden este, én várom Önöket fél hétkor, viszontlátásra!